Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek közt az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Kareszt vagyok, mellettem, mint mindig elragadó feleségem. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezetőházas párja. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül, hiszen tudjuk, régen a magyarok a királyt is tegezték. A PPH előtti foglalkozásom fűszernövényőrléstől a kútfúrásig, tehát ilyen rokon szakmákkal foglalkoztam, és még sok minden más hasonló dologgal, ami totálisan ellentétje annak, amit ma csinálunk, tehát vállalkozóként tesszük a dolgunkat, és a PPH tanulói csapat szervezése lett a fő tevékenységünk. Békés Csabán élünk, Békés Csabán Jaminában, mondhatnám, hogy Békés Csaba fővárosába, egy családi házba, egy kertes családi házba. Családi helyzetem itt áll mellettem. Elragadó feleségem, Isten ajándéka, és már 6 éve élünk boldog házasságban. A PPH előtt szállodaiparban dolgoztam, már viszont, ahogy Karesz említette, a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk vállalkozóként. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő egy nagyon különleges tanító, ugyanis 1993 óta rendelkezik tapasztalat pénzügyi és gazdasági területen, cégvezetés területén, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Nincs még egy olyan tanító, aki az anyagtól kezdve a szellemiségig minden területen ekkora tudással és tapasztalattal rendelkezik. 1996-tól kezdett nyitni a spiritualitás felé. Nekünk ezekben a területekben mind segített, hiszen amikor 10 éve elkezdtünk itt tanulni, nekem több millió forint hiteltartozásom volt, komoly párkapcsolati problémáink voltak, családi problémáim voltak, de mára ezeket mind helyrehoztuk. Sőt, ráadásul alkalmazottból vállalkozók lettünk a PPH-nál felkínált lehetőség által, és folyamatosan tudunk fejlődni, jobbá válni. Ez nem a véletlen műve volt. Hiszen mesterünk egy olyan ember, aki ő maga nulláról ért el 4 piacvezetői pozíciót. A PPH az ő vezetése által piacvezetői pozíciót ért el a jelenlegi területen is, ami az emberek fejlesztése, ugyanis nálunk tanul a legtöbb ember nemzetközi szinten. Jelenleg a PPH Magyarország legnagyobb független spirituális szervezete. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel. 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Én azt tapasztaltam, amióta itt tanulok, hogy nagyon érdemes odafigyelni azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Ez azért van így, mert mesterünk médiumi képességekkel is rendelkezik. Meggyőződtünk róla, hogy az általa közvetített információk tiszta égi forrásból származnak. Mesterünk életküldetése, hogy az emberek lelki fejlődését olyan szintre emelje, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretetkorba, az aranykorba. Fogadjátok nagy szeretettel alapítónkat, vezetőnket, mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mit szóltok ehhez a jelenlegi világunkhoz? Csodás? Csodás világunk, ha? Érdekes világunk van.
Annak idején, amikor szavazni lehetett arról, hogy menjünk-e az EU-ba, vagy ne menjünk, akkor ugye én azt direkt elmentem oda, ahova a fő, tehát hogy megértsük, ugye nekem rokonságom nem van Szabolcsba, tehát a nagy része, a anyai vonal, tehát mi 23-an voltunk unokatestvérek, hát már nem vagyunk annyian, már vagy csak 17-en vagy mennyien, és hát én a 90-es évek elején átjártam Ukrajnába, akkor még talán nem is Ukrajna volt, és hát már ott lehetett vásárolgatni dolgokat, és ehhez, hogy ugye ezt én megtehessem, nekem ott fő, hogy hívják? Tehát ez a állandó, így van, állandó lakhelyet ott kellett létesítenem, és ezáltal ugye ott lehetett csak szavazni. Tehát ugye az állandó lakhelyeden szavazhatsz, máshol nem szavazhatsz, az ideiglenesen nem szavazhatsz. És nekem akkor le kellett mennem Szabolcsba, ugye leautóznom, hogy szavazzak, de leautóztam, hogy szavazzak, hogy ne legyen EU-tag, mert én azt láttam, hogy mi nem kellünk másnak, csak piacnak. Nem tudom, jól láttam-e. Igen, nagyon jó. Igen. Ez is beindult. Igen. Igen. Tehát valahogy már a 90-es években is tudtam, hogy mi lesz, mi várható, pedig akkor még az még a, ugye a kezdet kezdete volt, mert ugye elhangzott, hogy hány éve foglalkozok emberekkel, csapatépítéssel mióta, tehát van saját szervezési csapatom mióta, ugye 91-ben kezdtem el a saját csapat szervezését, és amikor ugye én még akkor lejártam, az még ilyen 92 volt, 92, és utána még egy darabig ott volt az állandó lakhelyem, itt volt az ideiglenes Pesten, de hát megcseréltem a kettőt, hogy kijárhassak ugye a szomszédokhoz, és hát nyilván utána vissza lett cserélve, amikor már nem volt érdekes, hogy oda kijárjak, azóta nem voltam természetesen, de jól átlátható volt, én átláttam akkor is, hogy mi nem kellünk másnak, csak piacnak, és hát lehet, hogy lesz egy nagyon érdekes jövőnk, mondjuk a jövő évre vonatkozóan, mert ugye asztrológusok is foglalkoznak azzal, hogy a jövő évben mi várható, és hát aki numerológiával foglalkozik, mint én, ugye a feleségem ugye képzett asztrológus, bár mióta a numerológiát ismerem, azóta inkább ő is numerológiával foglalkozik, bár ő az asztrológiát előbb kezdte, mint én a numerológiát. Ugye hát egy olyan évünk lesz jövőre, ami lezáró év, ami azt jelenti, hogy sok minden befejeződik a jövő évben. Tehát ugye ez numerológiai szempontból, tehát valahogy teljesen úgy néz ki, hogy a két ősi tudomány, az asztrológia meg a numerológia is, mind a kettő azt mondja, hogy a jövő évben nagy zárások lesznek, tehát nem azt mondom, hogy lezárások, mert nem, még félreértitek. Ugye a lezárások az a Covid idején volt, előtte sose voltak ilyenek, hogy lezárások. Tehát zárások, ami azt jelenti, hogy megszűnnek, sok minden meg fog szűnni a jövő évben, és valami új jön létre helyette, vagy jövőre, vagy azután, mert ugye az egyes év az a 26-os év lesz majd, és ugye a 2026-os év lesz az egyes év, ugye az a induló év, de nyilván ahhoz, hogy valami elinduljon, ahhoz valaminek le kell zárulnia, úgyhogy jó esély van arra, hogy
világviszonylatban itt nagy változások lesznek a jövő évben, hogy valami lezárul, akár egy korszak lezárul, mondjuk az amerikai vezetőkorszak, érted? És egy más hatalom lesz gyakorlatilag a világ vezetői, az arra jó esély van mondjuk a BRICS esetében, tehát a BRICS államok esetében, ugye, ami egy sokkal lazább formáció lesz, mint az Amerikai Egyesült Államok, vagy az Európai Unió, mert ugye a BRICS az csak egy ilyen laza társulás, bizonyos dolgokra társulnak. Például arra, hogy megszüntessék a dollárnak a monopól helyzetét. Tehát ami annyit jelent, hogy evel szemben már nem tudja azt csinálni az USA, mint amit csinált Irakkal szemben, mert Irak euróban akart az olajjal kereskedni, és nem dollárban, és ez volt a valódi ok Irak megszállására, csak hogy tiszta és világos legyen, mert az iraki elnök nem fogadott szót az amerikaiaknak, és ugye ráfogták, hogy mit tudom én, atombombát akar gyártani, és ezért megtámadták, de ez csak ugye hát egy kifelé propaganda volt, nem mondhatták azt, hogy azért szálljuk meg Irakot, mert euróban akart az európai államokkal kereskedni az olajjal kapcsolatban, tehát ezt nem mondhatták, hanem fogták és megszállták Irakot, de ugyanez volt Líbiával is, Líbia is nem dollárban akart kereskedni, mint nagy kőolaj exportálók ők is, és hát ők náluk meg kirobbantottak egy forradalmat, idézőjelben forradalmat, azóta ugye káosz van Líbiában, mióta ugye Kaddafi ugye már nem ő az elnök, illetve az uralkodó. Szóval lényeg az, hogy ezt a BRICS országokkal szemben nem tudják megcsinálni, mert gyakorlatilag a BRICS országok és a csatlakozó BRICS országok gazdasága az a föld egyharmada lesz. Képzeljétek el. Tehát a föld gazdaságának az egyharmadát a BRICS országok fogják kitenni. És a föld lakosságának a nagy részét, hiszen a BRICS országokban benne van Kína és India. Érted? Benne van Brazília, ami szintén vagy 200 milliós, és ami azt jelenti, hogy a föld lakosságának a nagy részét kiteszi majd a BRICS országok. Tehát lényeg, mint ami Irán is 100 milliós, vagy mennyi, oroszok is 200 millióan vannak, csak nem. Érted? Tehát gyakorlatilag így összeadogatott a számokat, és mondhatjuk azt, hogy a föld lakosságának kb. A fele az BRICS ország lesz. Szóval érdekes világ lehet a jövő évtől, tehát ami azt jelenti, hogy ilyen óriási változásokra lehet a jövő évtől számítani, és ez ugye úgy működik, hogy tudni kell, hogy az asztrológia meg a numerológia az energiákkal foglalkozik, méghozzá az olyan energiákkal, ami a Földön léteznek, és ezek az energiák, ugye avval foglalkozik ez a két tudomány, ősi tudomány, ugye ilyen több mint 2000 éves tudományokról van szó, azzal foglalkoznak, hogy az energiák azok hogyan hatnak az emberekre, és hogyan hatnak a társadalomra. És ugye ezáltal elég jól lehet látni, például az asztrológiában ki lehetett mutatni azt, hogy ebben a választásban, az amerikai választásban ki fog győzni. De is csak annyit kellett csinálni, hogy mindenkinek mind a két indulóra meg kellett nézni az asztrológiai előrejelzésüket a születésük alapján, és onnantól kezdve lehetett látni, hogy melyik fog győzni. És csak hogy tiszta és világos legyen, például a választásoknál használják ezeket a tudományokat politikusok, a
kicsit spirituálisabban fejlettebb politikusok használják, és nem arra hallgatnak, hogy mit mondanak a közvéleménykutatók, mert az nem számít, hogy mit mondanak a közvéleménykutatók, mert látjátok, most se számított az amerikai választásoknál, hogy mert azt mondták, hogy fej-fej mellett fog lenni a két jelölt, aztán közben kiderült, hogy közel sincs fej-fej mellett a két jelölt, hanem lényegesen megverte ugye a Trump a Kamala Harris-t. Szóval, és az asztrológiában ez egyértelműen benne volt, érted, hogy ki lesz a győztes. És az is benne van, hogy miért olyanok a, tehát mi, nem is, hogy miért olyanok, milyenek mondjuk az EU-s vezetők, hogy gyakorlatilag az összes EU-s vezető az korrupt, az összes EU-s vezető korrupt, és ők beszélnek a korrupcióról, de ezt Orbán ki is mondta, hogy önök beszélnek itt az EU-ban a korrupcióról. Így simán megmondta az EU-s vezetőknek, hogy önök beszélnek itt a korrupcióról. Hát nem is tudtak köpni nyelni az EU-s vezetők, szó szerint. Jó, tehát nem, hogy, nem azért, hogy védjem Orbán Viktort, ugye a miniszterelnökünket, most ne értsétek félre, hanem azért, hogy tudjuk azt, és tiszta és világos legyen, hogy mondjuk egy ilyen szervezetre, mint az EU, hogyan lehet számítani a jövőben, ahol nekünk csak olyan szerepünk volt és van, hogy piac legyünk és semmi más. 2004-ben megírtam, ott van fönn az oldalunkon, el lehet olvasni, lehet, hogy még hozzáférnek a külsősök is, úgy külsősök, akik nem tanulók, tehát akik nem regisztráltak, azok nyilván nem férhetnek hozzá, csak azok férhetnek hozzá, akik be vannak regisztrálva, ahhoz, hogy én 2004-ben leírtam, hogy mire kellünk mi az EU-ban, és hova alakul ez a világ, mi lesz ebből. És le van ott írva 2004-es írásomban, hogy ne aggódjatok, a multi kereskedők azok maradnak. Tehát a multi cégek majd szépen itt hagynak minket, de a multi kereskedők azok maradnak. Mert hát valahol majd kell vásárolnunk. Oké? Tehát ez ott le van írva. És ez tényleg így van, nézd meg. Multi cégek ott hagyják Európát, de a multi kereskedő cégek, Tesco, Auchan, stb., azok nem hagyják ott Európát. Jó? Tehát kik hagyják ott? A gyártók. Miért? Mert egyszerűen sokkal olcsóbban lehet gyártani. Azt mondtam már 2004-ben, hogy Kína után a következő lesz India. És most ez van már. A gyártók már nem Kínába mennek, már Kínában nem várják a gyártókat. Már Indiában várják a gyártókat, érted? Most az India a következő, ahova mennek a gyártók. Néztem egy autót, ugye, aki nem tudja, mondom, hogy nekem az alapszakmám az autószerelő mester, jó? Tehát mestervizsgám van az autószerelésről. Tehát autószerelő mester, és ezért világéletemben érdekelt az autó. És ugye én szoktam nézni teszteket. És egy olyan autónak a tesztjét néztem, éppen a minap, amely Kínában készült, a BYD, BYD, így van, tehát BYD autógyártónak, kínai autógyártónak, amely Magyarországra fog jönni, csak hogy tiszta világos legyen, magyarországi, állítólagosan magyarországi autógyár lesz, annak az egyik típusát, egy luxus típusát, egy luxus terepjárót, ami nincs Európában, Magyarországon se lesz, azért nincs, mert 3460 kiló egy terepjáró, és 3460 kiló beleülnél, és onnantól kezdve már nem vezethetnéd, csak teherautó jogsival. Érted?
Hát abban a pillanatban, mint beleültél. És, mert ugye több mint 3500 onnantól kezdve. Így van, és ugye 3,5 tonna ősztonnáig vezethetünk B-vel gépjárműveket. Na szóval ez egy luxus, de olyan, hogy ugye a európai autógyártás csúcsa az mondjuk a Maybach. Az a Mercedesnek a luxus márkája. A Maybach. Jó? Tehát az a Mercedes-tel is sokkal drágább autó. És körülbelül azon a szinten van ez az autó. Vagy épp egy picivel alatta. Érted? Tehát ugye a tesztben az is van, ahogy ugye tesztelik ezt a járművet, azt mondják, hogy az európaiak magukkal nagyra vannak, mi európaiak, mert ugye európai tesztelő, európaiak mi nagyra vagyunk magunkkal, hiszen 110 évvel később kezdték az autógyártást a kínaiak, és már utolértek minket, sőt, leköröztek minket, európaiakat. Érted? De ha jobban megnézzük, ez totál igaz, mert a benzin és dízelmotort gyakorlatilag, mióta én tanultam, 1976-ban kezdtem el tanulni az automotorokról, egészen 80-ig, gyakorlatilag szinte alig fejlesztették. Tehát mit jelent a fejlesztés? A fejlesztés azt jelenti, hogy mennyivel fogyaszt kevesebbet egy automotor. Tehát az nem fejlesztés, hogy mindenféle kütyüt ráraknak, érted? De az autó az nem fogyaszt kevesebbet. Tehát nekem volt olyan autóm, azt mondja, ami 73-as gyártású volt, és városban eljártam vele 7 literre. Érted? Most is ennyivel járnak az autók a városban. És benzines volt, nem dízel. Érted? És nem kisposzki volt. Jó? Maradjunk ennyiben, mert 73-ban még nem gyártott a kisposzki. Jó? Szóval lényeg az, annál nagyobb autó volt, 5 személyes autó. Jó? Egy Fiat volt egyébként. Nem, nem a Kroma. Nem, hát akkor még Kroma se volt. 73-ban, hogy lett volna? Jó? Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig. Gyakorlatilag a 70-es évek óta nem fejlesztettek. Nekem volt olyan krómám, dízel krómám, a 90-es évek elején gyártották, és ugyanolyan keveset fogyasztott, mint most egy dízelmotor. Már akkor is turbodízel volt. Akkor is befecskendezős volt, már nem porlasztós, stb. Stb. És nagy autó volt, ugyanolyan nagy autó, mint most egy, mondjuk egy Volkswagen Passat, oké? Okay? És eljártam vele városban 7 literrel, érted? Jó, az dízelautó volt, 7 literrel. Tehát gondoljátok végig, mondjuk 90-es évek elejé óta hány év telt el? 30. És 30 év alatt gyakorlatilag semmit nem fejlődött a benzinmotor meg a dízelmotor. Mondom, semmit. Annyi, hogy kicsit csendesebb. Ennyi a dízel. De a benzin az még csendesebb se lett. De a 90-es évek óta, nem, nekem volt egy Moszkvicsom, amiben még Peugeot motor volt, és másfél méterre nem hallottad tőle, hogy jár a motor. Benzines. Érted? Ha így oda mentél és füleltél, akkor hallott alapjáraton természetesen. Nem hallottad, hogy megy a motor? Olyan halk volt. De az még eredeti Peugeot motoros volt. Tehát az azt jelenti, hogy a Moszkvicsba az első motorokat, a 412-es Moszkvicsba még a Peugeot gyártotta. Oké? De az oroszoknak. Tehát nem maguknak gyártották azt, hanem az oroszoknak. És az olyan volt, hogy mondom, másfél méterről a benzinmotort nem hallottad, hogy megy. Pedig ott nem volt hangszigetelés. Nem volt leszigetelve a motortér. Oké? És nem hallottad. Tehát azért mondom, hogy
Például volt a 90-es években mondjuk egy Opel Omega, 3000 köbcentis Opel Omega, és járt benzines motor alapjáraton, és nem hallottam, hogy megy. Így oda kellett fülelni, hogy meghallgassam, miért ez megy ez az autó éppen alapjáraton. És nem lehetett hallani. Tehát azért mondom, hogy 30 éve nem fejlődtünk ezen a téren semmit. Érted? Nem fejlesztettek semmit. És Kína meg fejlődik, mint a gép. És a világ legnagyobb, tehát nagyobb, másfélszer nagyobb felvevő piaca az autóiparnak, felvevő piaca, tehát akik vesznek autót, mint az Amerika vagy az Európa. Érted? Másfélszer nagyobb. Jó, hát ők vannak ugye 1,5 milliárdan, ezt azért adjuk hozzá, de akkor is gondoljátok végig, hogy a világ másik fele hova fejlődött, mi meg itt stagnálunk, érted? Igaz, hogy eljutottak a 60-es években állítólag a Holdra, ami fele se igaz, mindegy. Technikailag eljuthattak volna, de csak nem mehettek el, mindegy, az egy dolog, érted? De igazából nem fejlesztettek semmit. És ez a fejlesztés a villanyautó. Tudjátok, mennyi ez a terepjáró? Hány lóerős? 1200. És 1200 newtonméteres. Képzeljétek el. És tudod, hogy csinálták? Én a 90-es években dolgoztam egy olyan cégnél, nem a 90-es, 80-as évek legelején. Ott kezdtem a munkámat egy olyan cégnél, ahol volt, aki mozdonyszerelő volt. Én autószerelő, és volt, aki mozdonyszerelő, és néha, hogyha elment a mozdonyszerelő, hogy hívják be, szabadságra, akkor autószerelő ment mozdonyszerelni. És volt egyszer-kétszer, hogy engem jelöltek ki, és mentem a mozdonyszervizbe mozdonyszerelni. De nem nagy mozdonyokra gondoljatok, csak kis vontató mozdonyokra, ilyen, mit tudom én, talán 5-6 méter hosszú lehetett. És tudjátok, milyen hajtású volt? Mint most a hibrid hajtás. 80-as években. Tudjátok, mióta működik ez a hibrid hajtás a motoroknál? Vagyis a mozdonyoknál? Az 50-es évek óta. 50-es évek óta. Ami azt jelenti, hogy úgy működik egy mozdony, egy dízel mozdony, hogy vannak benne akkumulátorok, oké? Van benne egy nagy dízelmotor. A dízelmotor tölti az akkumulátort, ami hajtja a generátort, és a generátor termeli, illetve fordítva, nem jól mondom, tehát a dízelmotor tölti, hajtja a generátor tölti az akkumulátort, és az akkumulátorról megy a villanymotor és hajtja a kerekeket. És ez a BID terepjáró ugyanezen az elven működik. Nincs megadva, hogy hány, mekkora motor, a benzinmotor benne, nincs megadva, hogy hány lóerős, mert ez nem számít. Hajt egy generátort, az a benzinmotor, tehát rendesen van 70 literes tank, meg stb. Stb. Hajt egy benzinmotort, vagyis egy generátort, az tölt mindössze 50 kilovattos akkumulátort, tehát 50 kilowatt, tehát az egy kicsi. Azzal elmenne az autó gyakorlatilag pár 10 kilométert. Nem számít, mert van a négy keréken négy villanymotor, és a négy villanymotor egyenként 300 lóerős. És így a négy villanymotor együtt 1200 lóerős. Érted? És az azt jelenti, hogy a hatótávja ugyanannyi, mint hogyha ez egy dízelmotor lenne. Érted? Tehát tankolni kell, mert a benzinmotort meg kell tankolni. De
nem kell töltögetni, érted? Lehet töltögetni is természetesen, mert ugye az is benne van, hogy lehet töltögetni árammal ugye az akkumulátorokat, de hát csak 50 kW. És föltöltik a üzemanyagot, tölti a benzinmotora az akkumulátort a generátoron keresztül, és leadja az ezer, és 3,6 másodperccel gyorsul 100-ra. A 3500 kilós jármű. És ezt Kínában gyártják, és ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy egy olyan világban élünk, ahol az európai, meg az amerikai luxusautógyártók, meg az autógyártók, ha már bőrt csinálnak, akkor vegán bőrt tesznek bele az autókba. Vegán bőrt. Hát az azt jelenti, hogy kőolajból van. Ami azt jelenti, hogy mi ezt úgy hívtuk, hogy műbőr. A műbőr az kőolajból van. Hát az, hogy ne használjanak föl állatot. Érted? És vegán bőrnek nevezték. Magyarországon, ugye apám bőrös volt, én is foglalkoztam bőrrel, érted? És ugye munkavédelmi kesztyűhöz kellett műbőr, azt mi műbőrnek hívtuk, érted? Tehát a kőolajból létrehozott bőr, az műbőr. Tehát az műbőr. De vegán bőrnek adják el Európában, meg Amerikában. És az emberek elhiszik, hogy az bőr, érted? Közben műbőr. Na most azért a műbőrt nem lehet összehasonlítani a bőrrel. Na például ebben a BID-ben, BID-ben, érted? Ez például ebben bőr van. Ezek nem foglalkoznak azzal, hogy vegán legyen az a bőr. Szóval mi a világunkban van, az valami... Hát a hűítés hűítése, érted? Tehát most gondoljátok végig, a világban mennyien esznek disznót. Hát ugye az összes nem muzulmán az eszik disznót. Csak a muzulmánok nem esznek disznót. Az bazi sok bőrt termel, és akkor mit csinálnak a bőrrel? Kidobják? Agyasok! Erre azt tudom mondani. Vagy azt is megeszik. Hát mert ugye ott van, meg lehet azt tenni a bőrt is, mert meg lehet sütni, és akkor megpuhul, vagy főződ jó sokáig, megpuhul. Ugye amikor Oroszországban, vagy Szovjetunióban voltak harcolni, és nem tudtak mit tenni a európai katonák, ugye az második világháborúba, akkor megfőzték a bakancsukat. És megették, érted? Szó szerint. Mert bőrből volt a bakancs, tényleg. Mi nagyon jól a magyarok is csinálták ezt. A magyarok, akik kint voltak, az a 200 ezer katona, akit kirendeltek, azok is csinálták ezt, hogy megfőzték a saját bakancsukat, hogy tudjanak mit tenni. Hát nem volt utánpótlás se. És megették a bakancsot. Hát nem volt harc, arra nem gondoltak, mert nem volt harc, érted? Hát nem volt harc. Nem volt harc. Szóval, lényeg az, hogy hát biztos, hogy nem a sajátjukat ették meg, hanem a halottakét, tudod. Ha valakit lelőnek, és fogták, levették a bakancsot, ezt megfőzték, érted? Jó vagy? Nem vicc, ez komoly. Nem tudtad? Hát akkor most már tudod. Hát nem levágták lábával együtt, tudod, és lábával együtt megfőzték. Lehúzták a lábáról, tudod.
Szóval, lényeg az, hogy mondom, hát ott az a rengeteg sertés, amit levágnak világba, hát ahol lehet bőrt ugye cserzeni simán, hát nincs abban semmi gond, hát, és lehet sertésbőrt főhúzni az ülésekre, hát az annál jobb nem kell, levágják a marhákat, az ugye a marhabőr még erősebb, hát ugye a legtöbb autóülés az régen marhabőrből készült meg, nem is sertésbőrből, ugye a marhabőr keményebb bőr, vastagabb, keményebb, a sertésbőr ugye vékonyabb, puhább, tehát azokból lehet csinálni, hát, és azokból se csinálnak? Hát ha megeszik, akkor nem vegán. Hogy? Hogy? Akkor nem számít a vegánság, hogyha megeszik az emberek. De autóba berakják bőrként, akkor az már baj. Nem értem, hát ez az emberi marhaság ne továbbja, érted? Hát nem kell, hát nem izéből csinálják, mit tudom én, csincsillából, hogy hívják, csincsilla bőrből csinálják ahogy hívják az üléseket, autóüléseket, hanem vagy marha bőr, vagy ha nagyon puhát akarnak, akkor sertésbőr, érted? És hát meg úgy is eszik az emberek, hát annak lehúzzák a bőrét, azt lehet belőle kicserzeni a felhasználható bőrt. Jó? De hát az apám jobban értene ehhez, mert ő ezt tanulta. Meg anyám is foglalkozott ilyen dolgokkal. Ők például nyulakból csináltak kalapot. Anno, annak idején ugye a nyúl kalap volt a legjobb minőségű kalap. Ő kalapgyárba dolgozott. Tényleg. Nyúlból, nyúlszőrből csinálták. Tehát ahhoz a nyúlszőr, ugye a nyulat le kellett hozzá vágni, hogy legyen belőle nyúlszőrkalap. Nekem még van egyébként nyúlszőrkalapom. Van. Szóval a lényeg az, hogy érdekes világ, egy ilyen bolond világban élünk, szó szerint. Be is lehetne tenni a Bolond Világ című dal. Tudjátok, a Neotonnak volt a Bolond Világ című régi száma, amit ugye szoktunk játszani időnként, de tényleg egy bolond világban élünk. És hát miért bolond a világ? Mert megbolondultak az emberek. Éppen beszéltem ma valakivel, ugye PPH-s, régóta PPH-s, 10 éve van itt nálunk, és mondta, hogy hát, hogy nagyon nagy baj van abban a tekintetben, hogy sorba válnak el az emberek. Tehát sorba válnak el, és akkor mondtam nekik, hogy hát ha megnézed jellemzően, azok válnak el, akik 1968-tól születtek. Tehát jellemzően. Tehát a 67 utáni generáció, illetve generációk, mert már 67 után már második generációnál vagyunk, sőt harmadik, de az még nem tud elválni, mert az kicsi. Még a kisgyerekek nem tudnak elválni. De ugye a 68-tól követő generációk, ugye a második az 93-tól lévő generáció, és ugye a 93-tól lévő generációnál még rosszabb a helyzet, de a 92 és 68 közötti generáció sorba válik el, tehát sorba válnak el. És akkor megkérdezte tőlem, de hát miért? Hát nem nagyon egyszerű a dolog. Nagyon egyszerű. Ugye azért, mert felkorbácsolták az emberek egóját, de elsősorban nem a férfiakét tudták fölkorbácsolni, mert a férfiaknak volt mindig, érted? De a férfiaknak mindig volt nagy egója. Jó? Tehát drága hölgyeim, 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt is a férfiaknak, 1000 évvel ezelőtt is a férfiaknak volt bőven egójuk. Jó? Tehát ez nem kérdés. Jó? Nem a férfiak egóját sikerült fölkorbácsolni, hanem a hölgyek egóját, ugyanis 120 évvel ezelőtt a hölgyeknek még nem volt egójuk. De érdekes, nem volt. Nem kellett nekik. Érted? Nem kellett a nőknek egó.
És egyre növelik a hölgyek egóját, tényleg turbozzák a hölgyek egóját, és mi folyik? Két dudás nem fér egy csárdába. Az egóharcok válással fognak végződni. Ilyen egyszerű. Tehát régen nem voltak egóharcok, mert a férfinak volt, a nőnek nem volt. Nem tudtak harcolni egymással. Ezért nem voltak válások. Világos? Ha válás volt netántán, akkor az azért volt, mert nagyon rosszul választottak. Érted? De szó szerint nagyon rosszul választottak, és az első pillanattól nem passzoltak össze. De itt nem arról szól a történet, hogy nem passzolnak össze emberek. Ne érts félre. Emberek nagyon szépen összepasszolnak. Semmi gond nincs ezzel. Hanem azzal van gond, hogy felfejlesztették a nők egóját szánt szándékkal, hogy tönkretegyék a legstabilabb társadalmi formát, a társadalom alapját, a családot. Ilyen egyszerű. A család a legstabilabb társadalmi egység. Érted? És a legkisebb társadalmi egység. És azért, hogy tönkretegyék a családokat, fölkorbácsolták a nők egóját. Létrehozták, hogy a nőknek legyen egójuk, nem kellett hozzá sok minden. És onnantól kezdve harcolnak a... Tehát nem kell háborúzni, hiszen a családok, a családon belül harcolnak egymással az emberek. Sok esetben még a gyerekek is harcolnak a szüleikkel. Nem csak a férfiak a nőkkel, vagy a nők a férfiakkal. Érted? Tehát onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy persze, hogy sok válás van. Hiszen miért ne lenne sok válás? Hát az ego, azt tudod, mit hoz létre? Hogy nehogy megelégedj bármivel. Érted? A férfiaknak azért kellett az ego, hogy menjenek vadászni. Érted? Mert a vadászáshoz kell ego. Most már a nőknek felkorbácsolták az egóját, ezért sok nő vadászik, mint a férfi lenne. Érted? Vállalkozást csinál, mint a férfi lenne. Érted? És egy férfi, meg egy nő, hogy jön ki úgy, hogy mind a kettő ugye azt szeretné, hogy a másik szót fogadjon neki. Mert az ego erről szól, hogy neked legyen igazad. Tehát ha neked van egód, akkor szeretnéd, hogy neked igazad legyen. És a másik a te igazadat elfogadja. Tehát abban semmi gond nincs, hogy valaki szeretné, hogy neki legyen igaza. Ezzel nincs gond. Azzal van gond, amikor rá akarod erőszakolni a másikra a te saját igazadat, és képtelen vagy elfogadni az ő igazságát. Na, ezzel van gond. És nehogy azt higgyétek, hogy a nők mindig egyetértettek a férjükkel, de hogy értettek együtt. Hanem képesek voltak arra, hogy ráhagyják a férfira azt, amit a férfi akart. Érted? És azt mondták, hogy majd úgy is lesz rá lehetőségem, hogy az legyen az legyen, amit én szeretnék. És ez általában az ágyban történt. Oké? És a nők akkor is elérték azt, amit szerettek volna. Most mit csinálnak a nők? Harcolnak a férfiakkal. És állandóan elégedetlenkednek. Miért? Azért elégedetlenkednek, mert felkorbácsolták nekik nem csak az egójukat, hanem az igényüket is. És a nőknek, mondjuk a férfiaknak az igényét fölemelték mondjuk kétszeresére az elmúlt 100 évben. Mondjuk kétszeresére. Jó esetben háromszorosára. A nőknek meg 30-szorosára, érted? Az igényüket. Na most egy nincs olyan férfi az átlag emberek között, aki egy 30-szoros igényt ki tudna elégíteni. Egy férfi ki tudott a múltban elégíteni egy nő igényét, mert 30 ada volt, mint amennyi most van. Érted? Tehát
az ultragazdagok nyilván ki tudják elégíteni a 30-szoros igényt, ahol semmi gond nincs. Ezért keresnek sokan nőként olyan embereket, férfiakat, akiknek van bőven pénzük, hogy a megemelkedett igényét majd a férfi kielégítse. És az ego hozta létre azt, meg az igények felemelése, ugye, ami a 20-as években kezdődött, 100 évvel ezelőtt, a nők igényét emelték meg. Ha nem hiszed, nézz utána, nézd meg ezzel kapcsolatban a dolgokat, és hogy csinálták, hogy a nők igényét megemelték, fönn van az weboldalunkon, megtalálod a legelső videó, érted? A legelső videó. Ott az ajánlott videók között, tehát a tan videók között az első videó. Mert alapvideó, hogy lássátok, hogy mit csináltak 100 évvel ezelőtt az emberiséggel, Amerikával kezdődően. Mert Amerikába csinálták. És gyönyörűen fölemelték az igényeket, a nőknek az igényeit, az igénnyel felemelkedett az ego is, tehát ez így működött, ahogy emelik az igényt, úgy emelik az egót is természetesen. Fölemelték az igényt meg az egót, és mi lett belőle? Családok szétesnek, érted? És ahogy majd halnak meg a régi generációk, például a 68 előtti generációk, mert ugye a 68-ból leveszünk 25-öt, az 43, ha jól számolom, a 43 előtti generációk azok közül már alig élnek emberek, mármint főleg férfiak alig élnek, érted? A 43 előtti generációban már szinte csak nők vannak, de tényleg, hiszen ha számolj vissza, az 81 évesek. Érted? 81 éves férfi alig van, 81 éves nő még sok van. És nem hiszed, nézz utána a statisztikába. Lényeg az, hogy ugye ha mi, az én generációm szépen elkezd meghalni, akkor utána gyakorlatilag alig lesz olyan család, ami egyben marad. Érted? Ami egyben marad. Tehát a 68 utáni, az 68-tól kezdődő, alig lesz olyan, ami egyben marad. És ezt tudod, mi lesz? Ebben van egy nagy gond, mint amiket én látok. Hiszen én párkapcsolati coachingokkal is foglalkozok, a coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet, jó? És ha pároknál gond van, akkor coachinggal létre lehet hozni egy rossz kapcsolat, rossz párkapcsolatból, ha még mind a kettő szereti egymást, egy jó kapcsolatot. Érted? Akkor, ha mind a kettő szereti még egymást. Na hát nehogy azt higgyétek, hogy a párok nagy része úgy válik el, hogy utálják egymást. Nagy tévedésben éltek. A párok jó része nem utálja egymást, csak nem bír egymással kijönni. Érted? Csak nem tudnak egymással kijönni. És azért, mivel nem tudnak egymással kijönni, inkább szétmennek. Szóval, az lesz, gondoljátok végig, hogy ugye mit látok? Azt látom, hogy mivel olyan szintre föl van turbozva a nők egója, hogy harc van, harc van. Természetesen a férfiak nem hagyják magukat. Az a férfi, aki hagyja magát, az nem is igazán férfi, csak úgy mondom. Jó? Az gyenge. Az gyenge. Jó, maradjunk ennyibe. És jön a tudás kérdése. A tudás az, hogy az ember tudja, hogy hogy működik a másik, hogy működök én, és akkor átgondolja, hogy mit mond a másiknak, mielőtt kimondaná. Érted? Ha a másik esetleg bekattam, akkor megérti, hogy miért kattam be, mert ugye a bekattanás az mindig valami előélet következménye, valami múltbéli negatív emlékkép következménye. És
De hát ezzel kapcsolatban van egy nagy gond, hogy például itt van a legújabb generáció, 93-tól lévő generáció, hogy gyakorlatilag nem nevelték nőnek a családok a lányokat. Nem nevelték nőnek a családok a lányokat. Érted? De nem nőnek, asszonynak. Asszonynak nem nevelték. Érted? Nőnek lehet, hogy nevelték, mert töki nőiesnek néz ki. Asszonynak nem nevelték. Érted? Tehát nem látja el az asszony szerepet. Érted? Tehát nem tudja ellátni a feleség szerepet. Nem tudja ellátni. Akkor egy olyan működés van, hogy amiatt, hogy nem látja el a feleség szerepet a férj mellett, tehát olyan furcsa házasság van, érted? Tehát furcsa házasság. Mert a férj, a férfiak nagy része, az próbálja a férfi szerepet eljátszani, azzal nincs is gond, még akkor is, ha gyenge a férfi. De a nők azok valahogy nem lettek arra nevelve, hogy az asszony szerepet képesek legyenek eljátszani. Érted? Nem lettek. Tehát most, drága hölgyeim, nehogy azt higgyétek, hogy most hogy pikkelek rátok, és nem szeretem a hölgyeket, és most én vagyok a nagy feminista, vagy ellenes, érted? A feminizmus, meg nőgyűlölő, meg mit tudom én, micsoda. Hogy szokták ezt mondani a férfiakra? Micsoda? Ennek van egy kifejezése. Na mindegy, nem jut eszembe, látom nektek se. Na mindegy. Hanem, hogy rá kellene ébredni, hogy milyen nagy bal van itt a társadalmunkban. És én azt látom, hogyha a férfiak meg a nők tanulják a saját működésüket, akkor elkezdenek egy kicsit másként üzemelni, és elkezdik betölteni azt a szerepet, amit be kell tölteni egy férnek, be kell tölteni egy feleségnek, érted? Mert hát ugye most egy olyan pótlék van ehelyett, hogy sokan fogják, és hát nem létesítenek házasságot, csak együtt élnek, vagy még együtt sem élnek, hanem csak ilyen baráti viszonyban vannak. A baráti viszony az azt jelenti, hogy mind a kettőnek megvan a saját valamilyen szintű egzisztenciája, aztán időnként együtt alszanak. Mit tudom én, valamilyen rendszerességgel, vagy rendszertelenül. De hát az ugye nem párkapcsolat, az gyakorlatilag baráti kapcsolat. Jó? És hát ugye nyilvánvalóan azért, mert hát könnyebb a szakítás, tudod. De ha már papír is van, akkor egy kicsit megbonyolítják a szakítást. Tehát már eleve a párkapcsolat halálra van ítélve, hogy azért nem házasodunk, mert hogy arra számítunk, hogy majd elválunk. Hát az a párkapcsolat, az halálra van ítélve. Jó, ez csak hogy világos legyen. Tehát az ember fejében az van, hogy azért nem házasodunk, mert el fogunk válni, vagy ne bonyolítsuk meg a válást, vagy a elszakadást egymástól, hát akkor ott abban benne van, hogy már arra készülnek, hogy szét fognak menni. Ez nyilvánvaló. Jó, és mondom, itt a fő probléma az, hogy az én generációmat még valamennyire tanították arra, hogy mi egy feleségnek a szerepe, ha nem is tanították, akkor látták a mintát, de a következő generáció ez már teljesen. Tehát az én generációm se olyan jó, mint az előző volt ebben, nyilvánvaló, tehát nehogy azt higgyétek, hogy a generációmat szeretném védeni, most félre ne értsd, közel nincs olyan, mint az előző volt, de a következő generáció az már ugrás, egy nagy ugrással rosszabb, sajnos. Nyilván tisztelet a kivétel, csak én nem találok nagyon kivételt.
Ez a baj. A következő generációban. Nem nagyon van kivétel, érted? Tehát úgy értve, hogy még van, mert a generáció eleje van, de én nem is arról a generációról beszélek, ami a következő, az utánam következő, hanem a 93-astól születettek generációja. Ott már nincs kivétel. Ott már gyakorlatilag nincs olyan nő, aki feleség szerepet töltene be. Nincs. Nincs ilyen. Nem találkozok ilyennel. Érted? Furcsa volt. Nincs ilyen. És ahogy megyünk ugye a 93 felé, egyre rosszabb a helyzet ugye az előző generációban, nyilvánvaló. Tehát tudjuk jól, hogy a család alapja az nem a férfi, hanem a nő. És a nőtől nagyon sok minden függ. Ezért van az, hogy a házasságok szétválása, tehát a válások 70%-át a nők adják be. Statisztika. Érted? Nem a férfiak mindössze. 30%-a adja be a válást. Tehát az, hogy egyben marad egy család, vagy szétmegy egy család, elsősorban a nőtől függ. Ha a nő akarja, akkor helyre tudja hozni a kapcsolatot. Ha a nő nem akarja, akkor olyan férfi nincs, aki helyre hozza. Ez hód biztos. A nők választanak párt, nem a férfiak. Mindig. Mindig így van. A nő választ, nem a férfi. Kivétel nélkül. Azt mondja valaki, hogy ah, én választottam a feleségemet férfiként, akkor az ego beszél belőled, ilyen egyszerű. Mert nem vagy képes elfogadni azt, hogyha a feleségednek nem kellettél volna, akkor udvarolhattál volna te, amennyire akarsz, úgy jártál volna, mint az egyik volt barátom, érted? Akit a nagy udvarlásáért följelentett a... Így van, mint zaklatás, tudod? Így van, tényleg, följelentett a rendőrségnél, mert udvarolni akart, neki tetszett egy nő, a nőnek nem kellett, és zaklatásért följelentette, érted? De nem hallott, nem tudom, hallottál-e már olyat, hogy egy nő udvarlással zaklatott egy férfit? Én még soha. Ja, tehát valahogy ez fordítva szokott működni. Tehát nehogy azt hitt, hogy erőszakoskodott volna bármit is, hanem állandóan a nyomába volt, így van, szó szerint. De az bőven elég volt, és mondom, szó szerint följelentette. És ebből neki rendőrségi ügye lett, tényleg. Ebből a feljelentésből, a volt barátomnak. Szóval azért mondom, hogy ha te nem tudod elképzelni, hogy mik vannak, én tudom neked mondani, hogy mik vannak. Na most van még egy nagy probléma egyébként avval, hogy elválnak emberek, és utána új kapcsolatot hoznak létre. Mert ott, ha főleg akkor van probléma, ott van egy másik gyerek. Akit? Ami nem közös. De nagy probléma. Mert ugye emlékeztek, én tanítok olyat, hogy hogy áll föl egy család. De abban az van, hogy apa, anya, gyerek, emlékeztek? Igen. És nem az van benne, hogy férj, feleség, és nem közös gyerek. Emlékeztek? Na most csak azért, hogy miket tanulunk, jó? Én nem tudom bemutatni. Na akkor próbálom, hogy elképzeljétek, jó? Tehát a klasszikus családmodell, ha közös a gyerek, akkor a következő, a család élén a férfi van, oké? Alatta az anya, tehát férj, tehát apa, anya, és a gyerek alatt a gyerek, nem, a anya alatt a gyerek, tehát a gyerek itt van, jó? Ez a gyerek. Ez a klasszikus családmodell. A hozott gyerek esetén, én gyerekem, te gyereked, ott az van, hogy nem tud ez a fajta felépítés lenni,
van a férj itt oldalt, van az anya, és itt van az ő gyereke, a férfinak meg itt van az ő gyereke. Világos? Tehát, még egyszer mondom, itt a férfi, itt a felesége. A feleségnek van saját gyereke, az mellé rendelt. Eleve a férfi nő mellé van rendelve. Tehát egymásnak mellé van rendelve. És van a férfi, ő a férfi, neki is van mondjuk gyereke, akkor az is mellé van rendelve a férfinak. Tehát magyarul semmi közük a másik gyerekhez, mert nem az övéké. És ez a családmodell állandó konfliktust jelent. Állandó konfliktust. Oké? Az a családmodell, amit én fölvázoltam, hogy itt van a férfi, itt a nő, és alatta a közös gyerek. Az nem okoz konfliktusokat. Mert így tudja mondani az anya gyerekének, ha fiú, ha lány, ha nem fogad szót, akkor szólok apádnak. Oké? Ha kellőképpen az a férfi föl van építve, persze, a nő részéről, és nem az van, na, az a hülye apád. Oké? Mert akkor ezt nem tudja mondani. És itt ehhez a férfinak tényleg férfi szerepet kell betöltenie, ami azt jelenti, hogy ő keresi a több pénzt. Világos? Lehetőleg nem kicsivel, hanem sokkal. Világos voltam? Ami azt jelenti, hogy ő elsősorban a család anyagi biztonságának a fenntartója. Érted? Na most ezt nyilvánvalóan sok férfi már nem tudja teljesíteni, mert egy olyan családban nőtt föl, ahol az anya dominált. Ami azt jelenti, hogy a férfi vagy nem volt férfi, nem volt férje az anyjának, vagy a férfi állandóan dolgozott, alig volt otthon. Egy ilyen családban nőtt föl, mondjuk az a férfi. És akkor ez a férfi tuti, hogy nálánál erősebb feleséget fog találni. És az a nálánál erősebb férfi, vagyis nő nem fogja engedni, hogy a férje domináljon. Oké? Hát hogy domináljon, mikor eleve olyat választ, mert a nő választ, hogy egy nálánál gyengébbet. Márpedig ez gyönyörűen kialakult a második világháborút követően, ahol a férfiak tömege, illetve az első és második világháborút követően, amikor a férfiak tömege halt meg, és a nőknek addig a nők nem töltöttek be alkalmazotti viszonyt. És mivel kevés volt a férfi, és sok munkaerőre volt szükség, ezért a nők kénytelenek voltak elmenni dolgozni, hogy fenntartsák a csonka családjukat, ahol ő volt a családfő, mert a férfi meghalt, és nevelt egy-két-három, vagy akár mint anyósom, 8 gyereket egyedül. Érted? A 8 gyerekből azt mondja, hogy volt 3 férfi, mind gyenge lett, mind gyenge lett, az 5 nő mind erős lett. Mind, kivétel nélkül. Oké? Pedig ez még a múlt. Na és innentől kezdve, hogy csonka családok neveltek gyerekeket, a férfiak az női erős dominancia miatt gyengék lettek. Minden férfi, ahol dominált a nő, az anya, az a férfi erősebb nőt választ magának. Oké? És nézzük tovább, mi lett a nőkkel? Minden nő, ahol dominált az anya, erős lett. Tehát a háború előidézte azt, hogy megszűnjön az a normalitás, hogy erős férfi és gyengéd, nem gyenge nő,
gyengéd nő. Nagy különbség van a gyenge és a gyengéd között. Megszűnt ez a fajta működés. És mi lett? Az lett, hogy a csonka családok miatt, és nyilván a nők nevelték a gyerekeket, ha nőket, lányokat neveltek, akkor az mind erős lett, ha fiúkat neveltek, az mind gyenge lett. Oké? És utána mit fog keresni a nő? Hát nálánál gyengébb férfit. Mit fog keresni a férfi, az ilyen férfi? Nálánál erősebb nőt. Ami azt jelenti, hogy ez a hierarchikus családmodell emiatt úgy bomlik föl, mint a húzat. És ez semmi mással nem lehet módosítani, csak tanulással és erősödéssel. Tehát a tudás és a tudásnak a használata az mindenkit erősít. Nőket, férfiakat egyaránt. De ugye a férfiak már nem baj, ha erősödnek, a nők is erősödnek azáltal, hogy tanulnak, csak a tudás azt is jelenti, hogy az erősségét nem a férjén vezeti le. Oké? Hanem másokon. Világos voltam? És lehetőleg nem a közös gyerekén. Oké? Vagy gyerekükön. Hanem másokon. Tehát az nem baj, ha egy nő erős, csak tudja az erejét, akaratát irányítani. Érted? És amikor a férjéről szól a történet, aki többet keres, mint ő, elfogadja, hogy ő legyen a családfő. Nyilván az nehéz eset ebben az esetben, hogy a férfi olyan gyenge, hogy kevesebbet keres, mint a felesége. Hát ez egy nagy probléma, ami azt jelenti, hogy egy olyan világban élünk, hogy az a főnök, aki többet keres, mely a munkahelyeden nem így van. A főnököd nem kevesebbet keres, hanem többet. Mindig az a főnök, aki többet keres. Világos ez? Ilyen egyszerű. És mit jelent a főnök egy párkapcsolatban? Most ne értsétek félre a főnök szót. Mert a párkapcsolatban a férfi az nem főnök, hanem családfő. Az azt jelenti, hogyha nem tudnak megegyezni egy döntésben, mi van ez, hogyha nem tudnak megegyezni a döntésben a mellérendeltségnél? Vita, harc, veszekedés. Mi van, hogyha az egyik a családfő, férfinak kéne lenni, ha többet keres, akkor a nő elfogadja a férfi utolsó szavát. Világos? Ha a nő keres többet, és ezáltal ugye ebben a társadalomban a nő van családfői szerepben, nyilvánvaló, hát akkor a férfinak kell elfogadni a nő utolsó szavát. Na, én az ilyen férfi helyében nem szeretnék lenni. Oké? Mert azt úgy hívják, hogy papucs. Oké? Szóval most csináltam egy kis tanítást, jó? Csak hogy átlássátok, hogy milyen bolond világban élünk, érted? Amely a második, illetve első, és, tehát a 20. század első felének következményeként elsősorban jutott ide. Amire én azt mondanám, hogy az első és a második világháború valószínűleg ezért kellett, hogy megtörténjen, hogy egy ilyenfajta kialakulás létrejöjjön. Érted? Akármilyen hihetetlennek gondolod most ezt a kijelentésemet, én meg azt mondanám, hogy
nyakamat tenném rá. Hogy azért, hogy a társadalmat manipulálhassák, hogy sok boldogtalan ember legyen, létre kellett hozni kettő világháborút, érted? Már nem kell létre, ne aggódj, nem kell létrehozni egy harmadik világháborút. Elég rossz hangulatúak az emberek, semmi gond nincs ezzel. Jó? És ugye az volt a baj az egészben, hogy a első meg a második világháború követően talpra álltak a népek. De ők tudták előre, akik létrehozták a két világháborút, hogy ez a fajta működés, hogy meghalt nagyon sok férfi, és nagyon sok nő egyedül maradt, és egyedül nevelte a gyerekeket, pontosan tudták, hogy ennek mi lesz a társadalmi következménye. Az, hogy a nők megerősödnek, utána harcolnak majd a párjukkal, és szétesnek a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok. És mindenki tök rossz hangulatban lesz, és azt csinálnak velük, amit akarnak. Érted? Szó szerint. Mert a rossz hangulatú emberekkel azt lehet csinálni, amit akarnak. A hatalom azt csinál velük, amit akarnak. Jó? Hát gondold végig, tanultuk a rabszolgatartó társadalmat. Egy alkalmazott ma rabszolga. Főleg egy olyan alkalmazott, amelynek hitele is van, bőven. És rendszeresen, nagy összegben ugye törleszti a hitelét. No szóval, ha azt akarod, hogy a te életed ilyen csapdában essen, akkor jó helyen vagy, ha itt vagy. Ha nem vagy itt, meg itt kellene lenned. Jó? De nem csak ilyen dolgokról tanulunk, nem mondom tovább a dolgokat, hanem megmutatom, milyen dolgokról tanulunk. Jó? Itt van 10 életterület, és minden életterületre kielégítő tudást adunk. Jó? Ami azt jelenti, hogy sehol nem kapsz a bolygón ezekre az életterületekre annyi tudást, mint itt. Jó? Ilyen egyszerű. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterünknek ezt a igen mélyen szántó... Köszönjük. Nem előadás volt ez, inkább félig meddig már mondhatnám, hogy tanítás. Igen. És akkor gondoljatok abba bele, milyen az, amikor egy képzést tart módszerekkel. Nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit mondott, ugyanis én, nekem elragadó feleségem már a második feleségem, és ugye mondtad a 68-tól születetteket, tehát én 1969-es vagyok, könnyen ki lehet számolni, hogy 25 évvel ezelőtt voltam 30 éves. Második házasságomat gyűrjük. Na az első, ugye a numerológia, amivel rögtön kezdenék. Ugye azt is tanítja a mesterünk, igen keményen, körülbelül 8 hónapon át tanultuk, és nagyon sok megértésem lett belőle. Tehát visszapörgettem az időkerekét, mint ahogy szoktam. Voltak a zárás évei. A zárás évében, tehát mikor elváltam, a volt feleségem vitte az ingóságot, az ügyvédek az összes pénzem, én meg ami maradt szépen elvesztettem, úgyhogy hajléktalanná tettem magam azzal a tudással, ami akkor éppen volt. És ebben az időszakban, hát úgy voltam hajléktalan, hogy vissza kellett költözni a édesanyámhoz, és ezt nem szégyellem bevallani, sőt, mi több, már büszke vagyok rá. Onnan indultam, úgyhogy jelen pillanatban egy Kft. Boldog tulajdonosai vagyunk a párommal, tehát ezt meg lehet csinálni itt, Szedlacsik Miklós mester tudásával, módszereivel és azzal a gyakorlási lehetőséggel, amit itt kapsz hozzá. Na most én innen indultam. Megismerkedtem párommal, mint hajléktalan,
és nála hallottam meg a mesternek egy olyan előadását, amire azt mondtam, hogy erre a tudásra nekem szükségem van, mert az életemet szeretném rendbe rakni. És egyetlen percet nem bántam meg abból, hogy idejöttem és elkezdtem tanulni. Az életem egyetlen jó döntése volt. Köszönöm neked, mester. Ez tényleg igaz, sajnos, tehát tudom azt, hogy azért egy nőnek nehéz hallani ezeket a gondolatokat. Nekem is nagyon nehéz volt az elején ezzel megküzdenem, de tudtam azt, hogy a mesternek nagy tudása van, és hittem benne. És tudtam azt, hogy ha ennyire fáj, akkor nekem ezzel dolgozni kell. Nem véletlenül voltak komoly párkapcsolati problémáink, még mielőtt idejöttünk tanulni. Hát Karesz többet költözött, mint a gólya. Igen, de már nem a válás híve vagyok. Nem. Már az özvegység. De tényleg az, hogy nekem is nőként, tehát talán nekem több mindennel szembe kellett nézni önmagammal, önmagamban, ahhoz, hogy a párkapcsolatunk jobb legyen. De Karesz is nagyon sokat változott egyébként, tehát hogy mind a ketten úgy gondolom, hogy sokat változtunk. Én kívülről ugye őt jobban látom. Nem tudom, te mit mondasz? Hol szeretnél aludni? Csak annyit mondanék erre, hogy... Tehát drága egyetlen elragadó feleségem, Isten ajándéka, azt mondta nekem a múltkor, hogy két nagy hibám van még. Igen. Egyik, hogy nem figyelek rá, meg még valami. Igen. De itt bizonyítja az is, hogy tényleg a mesternek mekkora tudása van, mert ezt addig húztuk egymással egyébként, amíg már oda jutottunk, hogy tényleg annyira nem ismertük a másikat, hogy azt mondtuk, most már elég. Most már egyikünk se akarja, már nem bírjuk elviselni a másikat. És akkor jött a mester, mert elmondtuk neki, hogy szétmegyünk. Így, szétmegyünk. Aztán egy két órás beszélgetés után nem hagyta a annyiba. Kezét. Nem hagyta annyiba. Ezt a kezét. Nem hagyta annyiba, mert addig beszélgetett velünk, amíg meg nem fordította 180 fokra a dolgot. És hát mindezek mellett még ugye a mester kiváló matekos is, mert még össze is adott minket 6 éve. Igen. Hát igen, ez a mi történetünk. De nem csak ezt sikerült megoldanunk, amióta itt tanulunk, mert ahogy említettem, tehát pénzügyileg is. Amikor mi elkezdtünk itt tanulni, nekem szinte egyáltalán, Karesznak se sok pénze volt. Hát ilyen alkalmi munkákból jöttem. Igen. Viszont amikor az igazgatóm Bartatusek János megmutatta nekem, hogy találtam egy ember, nagyon sokat tud. Hát nézzük, jó. Nagyon tetszett az elején. Mennyibe kerül a tandíj? Ennyi. Nincs egy fillérem se. De valahogy megpróbálom kijátszani a büdzséből, hogy be tudjam fizetni a tandíjat, mert éreztem azt, hogy nagyon sok problémám volt, de meg akartam oldani. Minden vágyom az volt, hogy kijöjjek a problémákból. És ez egy óriási hajtóerő volt bennem, és éreztem azt, hogy nem véletlenül jött elém ez az ember. Az igazgatómmal sem véletlenül találkoztam, mert nincsenek véletlenek. Ő is nagyon sokat segített nekem, meg hát azóta is nagyon sokat segített nekem. De az, hogy általa kerültem ide Miklóshoz, azért következő életemben is hálás leszek. Ezt szintén elmondhatom én is. Igen, szóval én tényleg azt javaslom, hogy ha te olyan ember vagy, hogy szeretnél jobb életet élni, szeretnél változtatni, csak nem tudod hogyan, itt vagy a legjobb helyen. Gyere közénk, nekem is életem legjobb döntése voltam, hogy idejöttem tanulni, ennek már 10 éve,
és ez, ennek nem lesz vége. Ugyanis a mesterünknek is folyamatosan bővül a tudása is. Tehát hiába mondhatjuk azt, hogy igen, ezt a képzést már vettük. Nem, nem ugyanaz a képzés, igaz? Akik már régebb óta itt vannak, nem. Mindig bővül a tudása, ahogy ő maga is fejlődik, nem csak mi fejlődünk, ugye, ahogy szoktam mondani, a dagály minden hajót felemel, tehát ha a mester fejlődik, akkor a tanítványok is fejlődnek. Úgyhogy azt javaslom, hogy próbáld ki. Próbáld ki a Nyílt Akadémiánál a tanulást. Ha megteheted, akkor a legjobb lenne, ha 3 hónapra próbálnád ki. Az jelenleg most 44.700 forint, egy akciós tandíja, mert hogy a képzéseik értéke 200.000 forint havonta. Az akció keretében az első havi tandíj mindössze 19.700 forint, a második hónaptól kezdve 12.500, és ezért az árért most te is kapsz egy olyan szabad életet eredményező saját üzleti lehetőséget, amivel mi éltünk, Karessa, az elejétől fogva, ami által mi szabaddá tudtunk válni a saját vállalkozásunk által. És mivel mi is úgy kezdtük, hogy nem volt pénzünk, ha nincs is pénzed, de tanulni, fejlődni akarsz, úgy is segítenek az égiek. Ez bizony így volt nálam is. Ez a legnemesebb dolog, amit ma megtehetsz saját magadért. Ez jó lesz persze másoknak is, de ez a legjobb dolog, amit saját magadért megtehetsz. És ugye ez nem azt jelenti, hogy kéred az égiek segítségét, hogy jó, kipróbálnám az itt tanulást. Égiek, segítsetek! Majd karba teszed a kezed, és akkor válsz a fotelba. Ez így nem fog működni. Mert ugye van egy mondás, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. De ez így van. Ha annyit megteszel, próbálja ki mindenki, hogy minden nap kiveszed a pénztárcádból a 100-200 forintosokat, garantálom, hogy összejön a tandíj. Mi csináltuk ezt annak idején, igaz? Így van. És összejött mindig. Mindig be tudtuk fizetni a tandíjat. De ha élsz a szabad életet eredményező lehetősége, nem kell tandíjat fizetned. Ezt majd a második részben elmondjuk, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Egyébként nézegettem képzéseket, csak kíváncsiságból, mert inkább arra voltam kíváncsi, tehát nem akarok máshova menni tanulni, eszemágába sincs, csak kíváncsi voltam, hogy ott hogy működnek a dolgok, mit adnak, mennyiért. Hát én nagyon ledöbbentem, bevágtam a lottóötöst, hogy mennyi az, hány nulla ott? Tehát egy ilyen asztrológiai elemzés, egy ilyen, hogy feltérképezd önmagad, ez ilyen pár óra hossza, 60.000 forint. Hát én sokkot kaptam. Itt meg óránként 420 forintért megtanulhatod. És itt nem csak egy területről szól az egész, hanem mind a 10 életterületét lefedi az életednek. Nem csak az, hogy én, mert nagyon sokan tanítanak olyan dolgokat, hogy igen, én milyen vagyok, mert azt ugye megnézhetjük, asztrológia, számmisztika, sok mindenen keresztül megnézhetjük. Jó, de hogy tudok jobbá válni? Mert mindenkinek vannak hibái, és én azt hogy javítsam ki? Hogy lesz attól nekem jobb az életem? Az az első lépés, hogy tudom, hogy milyen vagyok, de hogy fogok abból kijönni? Ez itt mind megvan. Komplexen. Annyira össze van rakva a rendszer, hogy máshol ilyet biztos vagyok benne, hogy nem találsz. Úgyhogy várunk szeretettel, már is mondom az opciókat, ha megtalálom az egeret, már pedig megfogom, igen. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatuk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coach képzésünkbe is. A szünet után én azt szoktam mondani mindenkinek, hogy boldogságteremtő coach képzés kezdődik, mert minden boldogsága tudástól függ. Igen.
Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Ha viszont úgy látod, hogy téged érdekel, és tetszett az előadás, akkor várunk nagy szeretettel. Keresd meg minket, vagy egy számodra szimpatikus PPH-st, és segítünk neked elindulni a fejlődésben. Most pedig 30 perc szünet következik. Jó szünetet kívánunk mindenkinek!